Május 24. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Életünket minden feltétel nélkül átadjuk megváltónk szolgálatára. Ezt jelenti a Krisztusban maradás, lelkének az állandó birtoklását. A kapcsolat csatornáját mindig nyitva kell tartani az ember és Isten között, mint ahogy a szőlővesző folyamatosan szívja magába a nedvet az élő szőlőtőből, úgy nekünk is hozzá kell tapadnunk Krisztushoz, és hittel el kell tőle fogadnunk lényének erejét és tökéletességét. A gyökér a szőlőveszőkön keresztül küldi el a táplálékot a legszélső veszők hegyéig. Így árad Krisztustól is erősítő lelki táplálék minden hívő emberre. Amíg a lélek egységben van Krisztussal, addig nem áll fenn annak a veszélye, hogy elsorvad, elszárad vagy elpusztul. A szőlőtő élete a veszőkön lévő ízes gyümölcsökben mutatja meg eredményét. Amikor hittel az Isten fiában élünk, akkor a lélek gyümölcsei láthatóvá lesznek életünkben, és egyetlen gyümölcsen fog hiányozni. Az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Miközben a ráoltott vesző külsőleg egyesül a szőlőtővel, megtörténhetik, hogy az élő kapcsolat még nincs meg közöttük. Ilyenkor elmarad a növekedés és a gyümölcstermés. Megtörténhet az, hogy van már valami látszólagos kapcsolatunk Krisztussal, anélkül, hogy hitáltal valóságosan egyek lennénk vele. Hitünk megvallásával egy egyház tagjaivá lehetünk. De ez nem elég. Az mutatja meg, hogy valóban kapcsolatban vagyunk-e Krisztussal, hogy milyen a jellemünk és a magatartásunk. Ellen G. White, Jézus élete, 593. oldal.